Szabó Borontya, Szabó Zsanett, Friedrich Judit, Németh István, Zsotmár Szabolcs, Teknős Éva, Bucsek Bernadett, Okolics Ági Lórán, Egyed György, Rózsa Balázs, Semján Mimika, Szabó Anita, Műszegyi Kristó, Vasos Dániel, Ár Tamás, Máté Zoltán, Máté Csaba, Puskás Barnabás, Szigeti Mosolya, Cukodi János, Jövi Nándor, Szezsák János, Sára Márton, Gergely Petra, Leres Alexandra, Hozzák Szabolcs, Hajda Bence, Ágya Vivien, Lékai Dávid, Peres Tamás, Jankovics Simon, Simon Bernadette, Králi Krita, Králi Krita, Sütő Ádám, Észti Erika, Kacsoni Lenta, Nagy Gergő Tula, Szenti Norbert és Leszkéni János. Ők készültek elő a mérvállásra és a szentség kiszolgáltatását. Nagyon szépen köszönöm a József atyának, Káplan atyának a bemutatást, és hallgatva a neveket, kedves jó testvérek, minden név mögött egy sors, egy élet, egy titok, a Jóistennek a titka. És ezt a titkot most megerősítjük, az ő életüket, az egyház szolgálatán keresztül eljön számukra pünkösd ünnepén a saját pünkösdjük. Mert azt óhajtja az egyház a tanításával, ezt a Káplán atya, József atya vállalta többi segéd erővel, hitoktatóval, hogy fölkészíti a fiatalokat. Tehát jel egy szellemi, tudásbéli hozzáállás, hogy mi az, hogy hit, mit higgyél, mit fogadjál el, a Krisztus mit nyilatkoztatott ki. Csak nem elég, kedves birmálkozók és felnőtt testvérek, a hitet tudni, az ördög is nagyon jól tudja a teológiát, a derekadat meghajtani, a szívedet az Istenhez odahajlítani, elfogadni teljes lélekkel az Isten szent valóságát, nem a magad módján, hanem Krisztus módján. Ezért a szent lélek mit akar művelni benned? Ralph Martin, ma élő, családos, amerikai híres lelki író, sok könyve jelent meg, az egyik könyvének ez a címe, mit üzen a lélek az egyháznak. Körülbelül eltelt egy fél év, amikor alkalma volt ennek az írónak személyesen is pár percre találkozni II. János Pál pápával. És ennek kapcsán az egyik példányt ebből a könyvből, a legújabb könyvéből, hogy mit üzen a lélek az egyháznak, egy díszkötéssel beköttette, és amikor sorra került a találkozó a Szentatyával, II. János Pál pápával, akkor szeretettel átnyújtott, hogy Szentatya, ez a legújabb könyvem, mit üzen a lélek az egyháznak. És erre azt mondta II. János Pál pápa, fiam, én ezt már kiolvastam. Szentatya kiolvasta. Hát a Szentatyának annyi dolga van, és annyi könyv jelenik meg az egyházban. Miért épp az én könyvemet? Mert nagyon izgalmas a címe. Érdekelt, hogy egy mai író, lelki író, hogy látja az egyházunknak a sorsát, és hogyan véli a Szentlélek működését az egyházban. És akkor a pápa megfogta Ralph Martin kezét, jól a szemébe nézett, és azt kérdezte, fiam, szerinted a mikorunkban mit üzen a Szentlélek az egyháznak? A híres amerikai író lehajtott egy kicsit a fejét,
pár másodpercig gondolkodott, aztán ezt felelte: Szent Atya, én úgy gondolom, hogy a mikorunkban is azt üzeni, mint minden korban a Szentlélek, hogy Jézus Krisztus a pápa a reszkető kezével még jobban megszorongatta ezt az amerikai írót. Jól van, fiam, mert én is így látom. A lélek azt üzeni, Jézus Krisztus. Ezt üzeni az egyháznak. És a kedves jó birmálkozó lányoknak, fiúknak mit lehetne itt most mondani? A ti pünkösdi ünnepeteken, a ti birmálkozásotokon. Mit üzen a lélek? Hát azért idéztem fel nektek, mert ezt szeretném a szívetekre rákötni. Hogy Jézus Krisztus, miért jött el az Isten fia, a második isteni személy emberré közénk? Miért vette fel az ember természetét, csak úgy hobbiból? Vagy nem igaz az egész? Vagy ha igaz, akkor, hát akkor miért? Hát nem érted, meg értem? Nem a mi üdvösségünkért? Hát azért jött el, mert nagyon fontos volt eljönnie. És amikor megszólalt, akkor nagyon fontos dolgokat mondott. És amikor csodát tett, nagyon fontos dolgokat nyilvánított ki. És a Golgotán nagyon fontos halála volt neki. És amit ma ünneplünk, a föltámadás utáni 50. napon, az a csoda, amit az apostolok és az első keresztények megéltek, hogy ja, van élet a halál után. És tényleg ő az Isten fia, és tényleg ő a megváltó. És tényleg érdemes az egész életet neki szentelni. Ez az öröm töltötte be az apostolok szívét. És amikor eljött a pünkösd, Jézus ígérete szerint, kedves a fiatalok és felnőtt testvérek, akkor kiáradt a Szentlélek, és begyújtotta az apostolok szívét, mint egy rakétát. Beindult az egyház élete, mozgásba jött a megváltásnak a nagy műve, mert megváltott bennünket nagypénteken és húsvétkor, de hát ez aztán hogy mutatkozik meg az időben, az emberi sorsokban, az egyház sorsában? Ez az első pünköskor indult el, és hatalmas erő volt. Hát most gyerekek, kedves jó felnőtt testvérek, fiatalok, eltelt 2000 év. Aztán gondolom, mert engem is így neveltek, koromnál fogva, és én egy keményebb korszakban nőttem fel, hogy az egyháznak micsoda sok bűne van, csak bűne van, de rossz, inkvizíció, minden van. Mondták baloldalról, amikor én ifjú voltam. Amikor úgy üldöztek erősen vagy kevésbé. És valahogy ez ment be a köztudatba, az emberek agyába, jó kis agymosással. Egyház? Ja, ez az a szervezet, aki Istenre hivatkozik és bűnkövetel lépten nyom. Tudjátok, ez olyan, mint amikor ha magunkba tekintünk, akkor nekünk vannak hibáink is, de minden embernek, itt a Váci börtönben lévő embereknek is vannak erényeik, mert én beszoktam járni időnként misézni, és gyontatom őket, nem abszolút feketék ők sem, a bűntől. Mindenkinek vannak rossz meg jó tulajdonságai, egyeseknek talán több van, azért is ülnek ott. Ne gondoljuk, hogy az Anya Szent Egyház a történelemben csak rosszat tett. Ezt a maszlagot jó lenne már kivetni az agyakból, főleg a fiatalok agyából, de mindenki agyából. Kedves jó testvérek, a másik oldalt is meg kell nézni az Anya Szent Egyházunk szentségi valóságát. Szent valóságát. A mi Urunk Jézus Krisztus miatt szent az egyház. És azért is, mert az Úr Jézus tanítása, kegyelme, segítsége a vele való élet egység következtében az ember képes megszentelődni. Nekem az kritizálja az egyházat,
aki előtte ténylegesen, hitelesen, veretesen fel tudja sorolni az egyház érdemeit. Elsősorban a lelki érdemeket, amit az üdvözítés véget tett, aztán mindazt, amit a kultúrában, a tudományban tett. Utána van joga kritizálni, óvatosan. Kedves jó bérmálkozók és testvérek, jelenlévő testvérek, miért nem nézzük az egyházat a szentek oldaláról? Miért mindig a kificamodott emberek, emberi oldalról nézzük az egyházat? Tudjátok, milyen az élet? Egy utcában van 10 család. 9 normálisan él. Egy rendben van a 10-ből. Kiről szól a közbeszéd ott abban az utcában? Nem a 9 rendesről, hanem arról az egy rendetlenről. Ilyen a sajtunk is, a médiánk, minden, a közgondolkodás. Beteg az életünk, a mindennapi közéletünk, beteg, beteg és beteg. Mikor ébredünk már rá? Tiszta evangéliumunk van. Tiszta Krisztusunk van. Életet adó Istenünk van. Fantasztikus az a program, nem ami a számítógépben van, ami az evangéliumban hallottuk. Miért nem éljük meg az evangéliumot? Miért csak a falakban, a képekben, esztétikai szépséget adó valóságban gyönyörködünk, és a lélek, a benső, a tiszta életnek az örömét azt meg mintha a perifériára sodornánk. Kedves a bérmálkozó lányok és fiúk, amikor az első pünkös alkalmával a Szentlélek kiára, úgy eltöltött a apostoloknak, meg az első keresztényeknek a szívét, hogy azok áttüzesedve Krisztus igazságaival elmentek a vértanú halálig is. Hihetetlen fizikai teljesítményeket vállaltak, hogy az evangélium elterjedjen. Egy új világ született meg bennük. Leszünk-e mi ilyenek? Most a bérmálás megadja lehetőséget nektek. Kérjük a Szentlélek erejét, segítségét, hogy töltse a ti szíveteket is. Erősítse meg a kedves jó bérmaszülőknek, szülőknek, hozzátartozóknak és a jelenlévő hívő közösségnek is a lelkét és a szívét, mert ha csak ők erősödnek meg a mai napon és te nem ott hátul, akkor szégyeld magadat. Ha te nem tudsz örülni annak, hogy a gyereked, unokád, a hozzátartozód vagy, nem is vagy rokon, de itt vagy most ezen a szentmisén, és itt vannak ezek a nagyszerű fiatalok, akik előtt ott áll a jövő. Itt élet van. Élet bennük is, meg az Isten el akarja tölteni az ő szent lelkével ezeket a fiatalokat, hogy megpesdüljünk, hogy meg tudjunk újulni. Kedves jó ünneplő testvérek, az életet ne vacakoljuk, meg olyan bal kézből kezeljük. Van nekünk gyönyörű programunk, amit Isten föltárt az Úr Jézus Krisztusban, és amilyen krisztusi programhoz a Szentlélek mindig megadja az erőt, ha kérünk. Mik akarunk lenni? A lélek emberei, a szent emberek, akik nem bal kézről nyúlnak az evangéliumhoz, az élethez, a saját testükhöz, lelkükhöz, hanem akik tudják, hogy van programunk, az ég programja, az üdvösség programja, az örök élet programja, a Krisztusnak a programja, az evangélium. Kérjétek, kérjük most bérmálkozókra is, és a jelenlévő testvérekre is, a Szentlélek életet elevenítő, megújító kegyelmét. Rendszerváltás volt pár éve, és nem lettünk szentebbek. Politikai változások történtek, és nem lettünk jobbak. Ja, mert nem a politikai váltás, nem a társadalmi változások idézik elő
a megszentelődést, hanem hogy találkoztunk-e Istennel. Kedves jó testvérek, örülök, ha az élet egyre szabadabb, de egyre igazabb. Ha a nagyméretű társadalmi kérdésekben új és új igazságok jönnek elő, hogy jobb az élet minden vonatkozásban, gazdaságban, társadalomban, politikában, kultúrában, közéletben. De ezek nem fognak megszentelni. Ezek környezet, ezek tér, amiben élünk, amely fontos, hogy legyen, de a szív uralmát az Isten biztosítja. Van egy trón minden ember szívében. Egyetlen egy valaki kerülhet oda, ha normális akarsz lenni, ha üdvözülni akarsz. Ez az egyetlen hely az Istené. Ebből nem szabad engedni. Arról szóljon, kedves a bérmálkozó lányok, fiúk és felnőtt testvérek. Ez a mai bérmálás, hogy Istent akarjuk. Ahogy Ralf Martin is írta, mit üzen a lélek az egyháznak? Krisztus, Jézus Krisztus. Én ezt szeretném a szívetekre kötni, serdülőkor elején vagytok, vagy már benne vagytok, jön az élet meg annyi megpróbáltatása, szerelem, munkahely, új váltások, az életben meg kéne élni felnőtt módon, pár év is önálló családot fogsz alapítani. Ki lesz a mértékadód? Ki lesz a célpontod? Mihez igazítod magadat? Ma kapsz egy jogosítványt az egyházban a Szentlélektől, hogy beléptél az Istennek a szívébe, lelkébe, és hogy kérjed őt, és hogy hozzáigazítsd az életedet. Nagyon sajnálnám azt, ha ki és nem bebirmálkoznátok az egyházba. Kilépnétek az Isten szeretetéből, és nem be. Kérlek benneteket, az egyház csodálatos, gyönyörű, jó példáiból, a szentek sokasságából, abból a sok egészséges szentből, aki az evangélium nyomán, a Krisztussal való egység nyomán megszentelődött és szent lett. Ezeknek a példáján haladva, itt és most, Magyarországon, Vádfot vagy ahova az élet elvisz, Istent akard, az evangéliumot akard az életedbe, de ehhez kevés vagy, ezért kell a Szentlélek. Hívjad, kérjed ma is, de holnap és holnap után is, hogy Isten szándékát a saját életedben, történésedben be tud tölteni, megélni, megvalósítani. Ne langyos keresztények legyetek, ne fél emberek, fél nadrágok, mindent csinálunk, csak az Istennel nem foglalkozunk, ne ilyenek legyetek. Kapjatok a mai bérmálás, a mai pünköst ünnepén tüzet, lelket, erőt és segítséget életetekhez és az üdvösségetekhez. Amen. Kedves bérmálkozók, mielőtt megkapnátok a szent lelket, újítsátok meg a keresztségi fogadást, idézzétek emlékezetbe azt a hitet, amelyet a keresztség felvételekor megvallottatok, illetve szüleitek és keresztülőitek vallottak meg akkor az egyházzal. Felejetek együtt mindnyájan arra, amit az Anyaszent Egyház nevében kérdezek tőletek. Ellene mondotok-e a sátánnak minden cselekedetének és minden csábításának? Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált, szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és Éltetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök úgy, amint pünköskor az apostolok részesültek? Hisztek-e a katolikus anyaszent egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk.
ez az Anya Szent Egyház hite is, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Most pedig imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez, a mindenható Atyához, hogy áraszt el jóságosan szent lelkével fogadott fiait, kik újjászülettek már az örök életre a keresztség vizéből, a Szentlélek erősítse meg őket bőkezi ajándékai által, szent olajával pedig alakítsa őket hasonlóvá Krisztushoz, az Isten fiához. Mindenható Isten Urunknak, Jézus Krisztusnak, Atya, Te szolgáidnak vízből és Szentlélekből új életet adtál, és megszabadítottad őket a bűntől. Urunk, küldd le rájuk a vigasztaló szent lelket, és add meg nekik a bölcsesség és az értelem lelkét, a jó tanács és erősség lelkét, az isteni tudomány és a jámborság lelkét, és töltsd el őket az istenfélelem lelkével, Krisztus, a mi Urunk által. Erzsébet, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Amen. Béke veled. Legyél olyan, mint a Szent Erzsébet. Most Erzsébet, évvel örülök meg, hogy ezt a nevet választottad. Most legyél olyan nő, mint az Erzsébet. Isten segítsen meg ebben. És a kedves a délma anyuka meg ebben segítsen. Jó példájával, jó? Margit, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Amen. Béke veled. Szent Margit Árpád házi, Szent Margit. Legyen jó keresztény, hűséges, és imádkozom, mint ő. Béke veled. Kinga, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Amen. Békesség veled. Isten segítsen, mert tudod, ki volt Szent Kinga, ugye? Igen, tudod? Magyar. Király, Árpádházi királynő, ugye? Ismerd meg az életét, és tanulj belőle sokat, jó? Béke veled!